Sziasztok, ez itt a Lost Ruins, az elveszett romok. Gondolom már azokat is látnánk pont ott a háttérben. Kicsit Castlevania hangulata van ennek az egésznek. Legalábbis azok a játékok értek mindig úgy véget, hogy a karakterünk háttalálva nézi a romos kastélyt. Nem tudom, hogy akarunk oda most átjutni, mert a híd le van omolva, de majd meglátjuk. Ezt most kontrollerrel fogom vinni, mert észrevettem, hogy mennyi mindent kell megjegyezni. Itt vannak mágiák, fegyverek, tigris bukfenc. Tudom is én, hogyha billentyűzetem vinném, akkor egész biztos, hogy elfelejteném az összes beállítást. Szóval indítsuk is. A Lost Ruins-t egy olyan túlélő élménynek tervezték, ami a játékostól elvárja, hogy óvatosan közelítse meg a szituációkat. Na hát ez pont nekem való játék. Használd jól a tárgyakat, és reagálj megfelelően, és akkor biztos, hogy sikerülni fog. És akik csak a sztorira kíváncsiak, azoknak itt van ez az accessible mód. Na, mi más van még? Tetszenek ezek a fejek. Szóval accessible, az nyilván nem érdekel. Ajánlott tapasztalt játékosoknak. Veterán, ezt választ, hogyha elfogadsz egy kihívást, és hardcore, egy igazán kegyetlen élmény, hogyha egyszer meghalsz, akkor véget. Na jó van, akkor ez már biztos nem érdekel. Legyen az ajánlott vagy a veterán. Hát megnézem akkor a sima hard módot. Hogyha túl nehéz lenne, akkor újra kezdem. A főhősünknek nagyon eredeti neve van. Kreatív. Az a neve, hogy hősnő. Heroin. Micsoda? Hol vagyok? Nem emlékszek semmire. Talán körbe kéne néznem. Ez az animációja egy kicsit furcsa. Amúgy meg maga a játék jól néz ki. Egy kicsit talán a fényeffektek érdekesek. Nem azt mondom, hogy rosszul néz ki, de csak egy kicsit furcsa így elsőre. És ott már van alapból valami. Nem tudok visszaállni. Ó, oké. Okay. Csak gurulni kellett. Altári redis. Valami erretek. Oké, okay, akkor ez csak egy ilyen bónusz rész. Élettöltő. Mágia töltő. Bal felső sarokban írja az életet és a mágiát. Mindkét mércén 20 a max. Nem tudom, hogy befolyásolja a nehézség, hogy éppen mennyi. Néhány gomba, ezeket nem tudjuk fölvenni. Lámpás, vödör. A lámpás azért elég jó lenne nekünk. Itt meg egy csonti van, ugye? És a hármas számú napló. Sikeresen eltávolítottam az alany emlékezetét, de az agymosás nem megy jól. Legközelebb az agymosást több mérgező szubstanciával próbálom. Még sosem láttam ezt az írást, szóval hogy tudom elolvasni? Mi van? Hát úgy, hogy tudsz olvasni. És hogyha valaki tud olvasni, akkor olyan szöveget is el tud olvasni, amit eddig még nem látott, vagy... Ez mi? Oké, okay, a csontira nem reagál semmit. És arra már... Semmi más nincs. Oké. Okay. Vagy lehet, hogy arra gondol, hogy olyan nyelven látja, amit még nem ismer, és el tudja olvasni. Hát nem tudom.
Oké, ezek ilyen mentési pontok. Ugyanúgy néz ki, mint a... Fú, nem fog most eszembe jutni a játékneve, de az is ilyen retro stílusú. Hasonló mentési pontok vannak ott is. Ó, ki van ott? Ajaj, valaki mást is ide hívtak? Ki vagy te, és mi ez a hely? Oké, ezt most én elmondom. Nagyon idegesítő, hogy a szöveg mennyire hangosan jön. Nem tudom, hogy felvételen is olyan hangos lesz, de ezt lehet megpróbálom átállítani. Ki vagy te, és mi ez a hely? Rendben, nyugodj le. Hogy mutassam be magam. A nevem Beatrice, vagy Beatrice. Én vagyok ennek a romos kastélynak az űre. Őr? Igen, azt mondta! Utálom az animékben, meg az ilyen japán játékokban, amikor így visszakérdez. Egy szóval. Jó, elsőre még nem idegesítő, de hogyha nagyon sokszor van ilyen, akkor az nagyon az idegeimre tud menni. Olyan lusta írásnak érződik. Igen, őr. A gonosz Dark Lady. A sötét hölgy van elzárva ebben a kastélyban. És... őrök már generációk óta védik. Micsoda? Sealed within this castle. Mármint a Dark Lady-t védik az őrök? A gonosz Dark Lady-t, és te is egy őr vagy? Vagy ezzel mit akarsz mondani? A Dark Lady. Remélem, hogy lesz olyan nehéz, mint a Doom Eternal-ben a Dark Lord. A sötét úr. Ó. Szóval a Dark Lady-nek... Ez angolul meg magyarul is hülye hangzik. Na mindegy. A sötét hölgynek a követői. Másik világból hívnak embereket, hogy a pecsétet eltörjék. Azt mondod, hogy én egy másik világból származom? Igen. Bármire emlékszel azzal kapcsolatban, hogy honnan jössz? Csak homályos képek vannak a fejemben. Nem emlékszek sokra. Talán ideiglenes amnéziád van. Ez egyfajta mellékhatása az idehívásodnak, vagy idevarázslásodnak. Még a nevemre sem emlékszek. Egy biztonságosabb helyen kéne ezt a beszélgetést folytatnunk. Kövesd ezt az utat, amíg nem találsz meg egy tábort. Oké, nem tudunk vele beszélni még egyszer. Majd a tábornál várok. Oké, nézzük csak meg ezt a beállítást. UI volume. Hangeffekt. Zene az miért van ennyire levéve? Az a baj, most nem tesztelhetem, hogy a UI az micsoda, de lehet, hogy a sound effect az. Ó, ez a menünek a hangeffektje lenne? Látjátok, hangeffektek, itt nem változik a klikkelésnek a hangja. Oké, akkor a UI az kb. Nem számít semmit. Vegyük lentebb egy kicsit a hangeffektet, a zene az meg még nem is volt. Na csak mondanom kellett. Na, ez is egy elveszett robot. Nem tudok vele csinálni semmit se. Aj, de szép portál. Menjünk át rajta. A Genesis kertje. Ezen a helyen vagyunk. Milyen szép virágok is ezek. Igen, most már kevésbé zavar engem, hogy ilyen erősek a fényefektek. Ez egy ilyen modernebb retro játék.
futó növények is mindenhol. Kifejezetten jó. Nem is kell nekünk egyébként zseblámpa. Egy a levegő valamiért világít körülöttünk. Jó, nem ez az egyetlen játék, amiben van ilyen. Okos telefon üzenet. Egy. Nem gondoltam volna, hogy ebben a világban okos telefonok lesznek. Zöld szörnyek vannak mindenfelé. Lopakodok, hogy elkerüljem őket, de csak idő kérdése, hogy megtalálnak. Haza akarok menni. Anyukám otthoni főztjét akarom. De nem emlékszem, hogy hol éltem. Vagy hogy... milyen volt az étel íze. Arra sem emlékszem, hogy az anyukám hogy nézett ki. Mi történt velem? Ez hozzánk hasonló szituációban lévő ember lehetett. De nem baj, fölvettük a kardot. És suhintgathatunk, szóval nincsen időnk az amnéziával, meg az egzisztenciális krízissel foglalkozni. Ez lett volna az, aki írta ezt az okostelefon üzenetet? Vagy goblin. Hello? Hát, meg akar minket bonkolni. De ezt nem hagyom. Oké, ez elég jó stratégiának tűnik. Kerülés, csapás. Ez ijesztő volt. Miért támadott így meg? Valamivel megsértettem volna? Nem sértettem meg, ő csak egy goblin. Ez a dolga, hogy lányokat támadjon meg. Ointment, az kenőcs. És az inventory az... Ez. Én egyszer véletlenül már megnyitottam. Jó. Mindenre írja, hogy mit csinál. Braveheart. Ezt mikor vettem föl? Egy talizmán a legbátrabb hősöknek. Ezt fölvehetem most? Jaj, ne! Lehet, hogy ezt csak a nehéz módon kapom, meg pluszban még. Az ellenfelek életét növeli. A sebzését és a kritikus támadásaikat. Na jó, első látásra ilyet nem akarok azért. Okostelefon üzenet 2. Óvatosabb kellett volna, hogy legyek. Éles tüskék jöttek ki hirtelen a lyukakból a földben. És majdnem felnyásoltak. Szerencsére nem mély a seb, de nem áll le a vérzés. Hogyha ez így megy tovább, akkor kivérzek. A ruhámnak néhány darabját letéptem, hogy bekössem a sebet. De ez nem elég a vérzés megállítására. Valahogy el kell látnom. Gondolom, ezt kell itt átugrani? Át tudok oda gurulni? Á, azt hittem, hogy ez egy titkos hely. Ó! A kalitkát is tudjuk ütni. De jó. És nem volt benne semmi. Jaj! Nekem se fog elállni a vérzés, de igen, egy idő után. Oké. Pedig már azt hittem, hogy... vége. Lehet, hogy valamit ennünk kéne most. Mágia pontot is visszaad. Mágiánk viszont még nincs. Hát tudjátok mit, megpróbálom. Élesztés nélkül kivinni ezt a harcot. Jó. Még sajt is volt nála. Az csak nem adja vissza a mágiát. Aha, na remek. Ó. Zsákok vannak fönt. Kapcsolót akartam aktiválni.
konyhakés. Ez nem lenne a konyha, az nem amott lenne. Nem tudom, hogy miért lehet ide átjönni. És szárnyos cipők. Ó, oh, nem néztem meg, hogy titkos hely van-e. Hoppa. Szárnyos cipők. I believe I can fly. Repülj, amikor légi támadást hajtasz végre. Egy pillanatra áll meg csak a levegőben. És hogyha nem veszem föl, akkor pedig azonnal elkezd leesni. Amúgy ezt a légi támadást nagyon nem szeretem így. Szóval figyeljetek csak, most végig tartani fogom a jobbra nyilat. És valamiért, hogyha támadtok a levegőben, akkor az összes lendületeteket elvesztitek, és egyszerűen csak egyenesen lefelé estek. Ez, nem tudom, kicsit furcsa. Oké, akkor ez csak ennyi volt. De várjunk csak, lehet, hogy még visszamehetek. Ha jól emlékszek, akkor ott az első titkos helyen, ami... ami annyira azért nem volt titkos. Ott volt néhány vödör, meg lámpás. Most, hogy van kardom és visszamegyek, lehet, hogy már azokat is széttörhetem. Csak simán a kezünkkel nem tudtunk támadni. És ezt... Oké, a fákjákat, azokat nem tudom lesuhindgatni. Egészen biztos vagyok benne, hogy itt lesz valami. Aha. Csak pénz. Komolyan. Valami zöld löty volt. Itt a vödörben. Zöld burn. Na. Hát ennyi pénzért nem tudom, hogy megérte visszajönni, de... egy perces kitérő. Ennyit be lehet áldozni. Reménykedtem abban, hogy valami erős fegyver van oda elrejtve, hogyha valaki gondol arra, hogy visszamenjen oda. De hát nem. Kicsit csalódás. Visszaélednek az ellenfelek. És ez a vödör itt volt az előbb is. WC papír. Az meg. Awfully rough. Immediate effect. Ó! Oh. Azonnal le lehet vele törölni a vizet és az olajat. Akkor ebben a játékban elég sok mechanika lehet valószínűleg. Itt is van tűz, lehet, hogyha olaj van rajtunk, akkor fölgyulladunk. Ez meg valami méregnek tűnik. Bár nem sebez. Harmadik okostelefon üzenet. Zsák utcába kerültem. Van egy kicsi nyílás, amin átmászhatnék. De kizárt, hogy átjussak azokon az éles tüskéken, amik a padlóból jönnek. Gondolkoztam azon, hogy visszamenjek, ahonnan jöttem, de azok a zöld szörnyek ott ellepik az egész területet. Mit tehetnék? Talán meg kéne próbálnom átmászni? Jaj, nem figyeltél a játék utasítására, csak nyomjad meg a B-t ahhoz, hogy guruljál egyet. Úgy tűnik, hogy ott maradt és csontivá alakult. Amúgy neki is ilyen kék szoknyája van. Ezek lehet, hogy mi lennénk. Már egy kicsit világosabb kék, de... hát... egy vízköpő. Csak a fejét látni. Ez is ad pénzt. Jaj, mit művelek?
Együnk brokkolit. Ajaj. Meg kenyeret is akkor, micsoda. Mit csináltak egyél? Oké, én úgy érzem, hogy ez kelleni fog. Vagy inkább csak ez simán. Jaj. Nagyon nem megy ez. Ennyire sokat nem kéne, hogy éledjek. Szerintem vegyük vissza ezt a... Jó, a Braveheartot az kizárt. Ez a denevér ott vérzik? Jól láttam. Aha, ez a denevér ellen jó lesz. Tetszik, hogy éppen akkor landol, amikor így átjövünk. Legalábbis a múltkor úgy volt. Jaj! Oké, egy kicsit gyorsabbak vagyunk nála. Ez nonsens. Az el kellett volna, hogy találja. De legalább elég rendes volt, hogy egy kis életet adjon. Ezen a deszkafalon nem tudok átjutni. Nem néz ki túl erősnek, de puszta kézzel nem tudok áttörni rajta. Bár csak lenne valami eszköz nálam. Puszta kézzel? Hát rugni nem jobb ötlet lehet ezt? És itt is valaki meghalt, mert nem tudott egy ilyenen átjutni. Fogadjunk, hogy kiderül, hogy mindegyik holtest, amivel találkozunk, azok mi vagyunk. Egy előző próbálkozás során. Mi? Ott még elkezdett villogni utána. Ez a mesztelen csiga. Vagy pióca inkább. Lehet, hogy sebesz, hogyha akkor a közelében vagyunk. Oké, látom, hogy ezt az illőt csak itt át kell tessékelni oda a kapcsolóra, de... merre menjek tovább? Te illő, te maradjál már egy helyen! Hogyha azt mondom neked... Tűz... Tűzbolt, tűzvessző... Vagy... ilyen... csapás lenne? Mágia... Ez meg a mágia pontot adná vissza nekünk, ugye? Oké, ez egy varázslat. 7 mágiába kerül. Tűztípus. És az ellenfeleket is lehet vele sebezni. Hurtle Small Flaming Arrows. Aha. És melyik volt a mágia? Ez a térkép volt. Ja, ott írja, hogy LB. Csak el kell találnunk a célkeresztet. Akkor ez gondolom a tova út. Szóval előbb még visszajövök. Szép a vízeffekt is. Aha. Rozsdás kord. Szuper. A Castlevania érzékem azt mondta, hogy ezeket kiüthetem. Jól van. Biztos lesznek titkos helyek. Ó, és ott a bal felső sarokban látok effekteket. A pókháló azt gondolom azt jelenteni, hogy vízben lassabban tudok csak mozogni. És miután kijövök a vízből, 5 másodperc mire megszáradok. Aha, érthető. Miért lehet viszont rossz az, hogyha vizes vagyok? Na, ezt még nem tudom. Ide majd vissza kell jönni amúgy, amikor dupla ugrást kapunk, vagy valami hasonlót.
Bár egy valamit még nem próbáltam ki. Én nem tudom, hogy kipróbáltam-e. Tudat alatt, nem. Az ülőre sajnos nem ugorhatunk. Visszajön mindig ez a... mágia. A mágia töltő. Aha, de rendes tőle. Ötödik üzenet. Miután hozzáértem a... zöld... ilyen lötyhöz. A padlón. Úgy éreztem, mintha égett volna a testem. Egyértelműen... mérgező. Túl sok van ahhoz, hogy elkerüljem, szóval valahogy meg kéne szabadulnom tőle. Hogyha valahogy tudnék tüzet csinálni, akkor megpróbálhatnám elégetni, de semmivel se tudok tüzet indítani. Leyden jar. Ez meg mire jó? Ó, újra el tudjuk olvasni az üzeneteket is. Dobófegyver. Attack Speed Fast. És ez egy ilyen villámos támadás. Vigyázz, hogy te ne legyél sokkolva. Jaj, lehet, hogyha vizesek vagyunk, akkor ezt nem használhatjuk. A villámlós támadást. Oké, ezt viszont tényleg föl tudjuk gyújtani. Pedig már csak 10 métert kellett volna menned, és ott van a checkpoint, ahol újra élethettél volna. Vagy csak nekem lesz meg ez a luxus, hogy újra élethetek? Lehet, hogy rajtam kívül mindenki hardcore nehézségen vitte, és akkor azért nem volt több lehetőségük. Na, újra összefutunk Beatrice-vel. Hát itt vagy. Valami furcsa zöld ember megtámadott. Biztos goblint láttál. Azt hittem, hogy mindannyiukkal végeztem, de csak jönnek. És jönnek. Egyébként ez egy biztonságos hely. Nézz körbe. Erre nem ugorhatunk. Ez a te hordód. Ez egy automata? Ez egy olyan gépezet, amit olyan ősi mágiával csináltak, ami megengedi a felhasználóinak, hogy pénzt dobjanak bele azért, hogy vásárolhassanak dolgokat, amire szükségük lehet. Igen. Pontosan így működik. Adok egy kis pénzt. Próbálj megvenni valamit. Ó, köszönöm. Jó van, majd megpróbálok venni valamit. Nyilak. Annyira szerintem most ez nem kell. Jaj, rengeteg mindent vehetünk. Szóval... íjat, nyilat szerintem most nem veszek, mert a mágia azt... gondolom ugyanazt csinálja kb. Dinamit. Tűzsebzés. Bolta? Ez jónak tűnik. Konyhakést azt már megtaláltam. Hosszú kard. Oké, ez ennyi. Ez megvan. Jeget is vehetünk, illetve gyújtást. És ez csak 3 mágia pontba kerül. Micsoda? Proteinpor? Segít az izom építésében és az erő növelésében. Oké. Megleptiteket, hogy rögtön ez tűnt fel az egész listából. Lehet, hogy páncélt kéne venni. Made from the skin of a mysterious creature. Rejtélyes teremtmény bőréből készült. Megnöveli az egykezes fegyver sebességét és a sebzését 50%-kal. Mármint csak a sebzését növeli 50%-kal. A
sebességét pedig plusz egyel, ami jelenthet bármit. Ilyen bőrpáncél. Lehet, hogy most páncélt vegyünk. És ez most rajtunk is van alapból, vagy csak... Itt lesz. Ja, itt van. Micsoda? Nem mondod, hogy egyszerre nem lehet rajtunk egy cipő és egy páncél? Ez konkrétan egy mellvért, és nem lehet rajtunk egyszerre ez is, meg a cipő is. Vagy várunk csak... Ja, egyszerre csak az egyik lehet rajtunk. De ez kár. És most már nem is beszélhetünk veled. Akkor ennyi. Ez egy számítógépnek tűnik. De nem olyan, mint amiket én ismerek. A monitor is túl vastagnak tűnik. Ezzel életeket lehet menteni. De nem tudom, hogy kell használni. Bármi ötlet? Kitalálom, ez lesz a mentés. Ja igen, ki is van írva. Ez egy portál. Találkoztál egyel azután, miután először találkoztunk, ugye? Teleportálhatsz olyan portálokon át, amiket már meglátogattál. Én most nem akarok teleportálni. Mit tehetnék? Van bármi módja, hogy visszaszerezzem az emlékeimet? Hogy gondolkozzak el ezen? Vagy... Hogy nézzem meg? Lehet, hogy inkább úgy értette. Értem. Szóval lezárták az emlékeidet a hívás során. És nem csak ennyi. Megpróbálták kimosni az agyad, de nem sikerült nekik. Ha kimosták volna az agyad, akkor most áldozat lennél a sötét hölgy megidézésére. Bárhogy meg lehet engem javítani. Érdekes megfogalmazás. A sötét hölgy követői elzárták az emlékeidet. Szóval... Hogyha megtalálod és legyőzöd őket, akkor talán az a legjobb ötlet. De ez nem lesz veszélyes? Hogyha több olyan zöld ember van, szerintem lesznek veszélyesebbek is. Amikor megidéztek, akkor nagy erőt ruháztak rád. Egy goblinnal elbánni nem volt túl nagy feladat, ugye? Jobb felszereléssel biztos, hogy rendben leszel. Úgy gondolod? De mi lesz a sötét hölgy követőivel? Nekik erős a mágiájuk, szóval érezni fogod, hogyha közelükben vagy. Nem érzel bármit? Nem vagyok benne biztos, de valamit érzek. Úgy tűnik, hogy lentről sugárzik. Az egyik követő az a föld alatti csatornákban van. Hogyha lemész, akkor biztos megtalálod. Jaj. Fél órája se viszem a játékot, vagy várunk csak. Oké, fél órája viszem a játékot, akkor ezt visszavonom. Fél órája viszem a játékot, és már csatornapálya. Hát ez remek. Ott mehettem volna a másik irányba is. Balra volt valami plusz. Be tudom tölteni a mentésemet? Aha. Persze. Ha jól láttam, úgyis átugorhatom a jeleneteket. Ha még ide gyalogul, azt meg kell várni. De aztán sima.
Jó van, a speedrunnerek biztos szeretik ezt a játékot. Aha. Na mi van itt? Zweihand! Oké. Nem érhet véget ez a játék. Tudom egyáltalán forgatni. Ez egy lassabb fegyver. 14 sebzés, szóval dupla annyi, mint az előző köbö. És hogyha az ellenfelek védekeznek, akkor hát a Zweihandert azt nem érdekli. Ez viszont kétkezes. Ja, elég lassú. De azért jó, hogy fölvettük. És van itt pajzs is. Kipróbálom, hogy milyen a pajzs. Zweihander mellett gondolom nem lehet nagyon használni. Mondjuk egy konyhakés mellett. Hogy használom a pajzsot? Aha, így. Alapból nincsen kivonva, és meg kell állnom egy helyben. Nem is tudok fordulni, hogyha kivonom a pajzsot. Csak így lehet állni egy helyben. Lehet, hogy a Zweihander talán jobb ötlet. Bár mindent ki kéne próbálni, hogyha már elsőre viszem. Oké, mentési pont. Szerintem balra menjünk először. Hát a lábam balra vannak a bónusz helyek. Gyenge? Mi a gyenge? Ó, az egy... légy. Jaj, de rossz! Tudod mit? Jaj, nem! Nem így akartam ezt! Egy pillanat. Változtatok a stratégián. Mondjuk nem tudom, hogy kivéthetem-e a támadását a pajzsol. Ha nem vesz észre. Jaj, de rossz repülő ellenfeleket támadni. Szörnyű. A denevérrel is az volt a szerencsém, hogy körülbelül fejmagasságba lerepült. Mit írt ki? Az jó, hogyha a játék kiírja, hogy bizonyos ellenfelek immunisak valamire. De... kicsit kevés időre írja ki. Oké, visszaveszem a Zweihandert. Mert a zombik azok gondolom elég lassúak. Oké, zseniális. Paf! A Dark Souls érzékemnek tetszik ez a játék. Jó, az asztalt azt nem vághatom ketté. Throwing water battle. Jaj! Azt gondolom sebez. Szóval dobálnom kéne. Mint hogyha több dobálós fegyvert is fölvettem volna már, nem? Ez itt a fegyvereknél van. Miért dobálnál? Vizes üveget, az a leírása. De tényleg, miért? Gondolom, hogy tüzet elolcsunk. De ennek a zombinak a lötyét nem hiszem, hogy megállítaná. Nézem még egy kicsit, hogy támad. Oké, vissza az egészet. Vissza az egészet. Be is lassította egy kicsit a játékot az előbb. Most! Mielőtt bármit csinálhatna. Jaj, ne. Csak maga elé tud támadni, az jó. Jaj, kifogytam mágiából. Nem igazán tudom támadni, az a baj. Csak oda kéne mennem mellé és csinálni. Nézzük csak, egy kicsit élesztenem kéne magamon. Mondjuk ez jó lesz, és akkor meg lesz oldva minden. Ha!
resist. Ó, egy kicsit megmérgezett. Oké, meg van oldva. És már csak meg kell várnom, hogy elálljon. Oké, elállt. Gondolkoztam, hogy lehet, hogy azért kaptam vizet, hogy muszáj lesz használni már most. Energiaital! Egy ilyen fantázia világban energiaital, meg ilyenek. Okostelefon, kicsit furcsa. Ez egy zombi halmaz lenne itt? Remélem ez most nem mérgezett meg. Az egy ugyanolyan iskolás lány lenne, mint én. Micsoda dolgok történnek itt. Nagyon hosszú itt az útvonal. Talán jobbra kellett volna inkább indulnom. Jól van, elmentem. Oké, legalább erre nem mehetünk. Azt ott egy pók elkapta azt az embert, és itt befont a múmiává, ahogy látom. Hangulatos a zene egyébként. Jaj, az... Egy pillanat. Ez kell, és talán még ez is. Ja, különben elégtem volna. Jó, vigyázni kell azért. Hoppá. De legalább megáll az idő, amíg megnyitjátok a menüt. Azért az rendes a játék részéről. Túl közel voltam a múltkor. Csak át kell vennem a Winged Shoot. Ahol. Jó. Centízzük ki nagyon ezt szerintem. Jó. Így még pont biztonságos, és ott lesz egy borítja, ha jól látom. Meg még egy új suhingatós fegyver. Jobbra a szekrényed, az pedig egy tündér? Egy üvegben? Vagy mi? Ja, ugyanolyan, mint amit eddig vettünk föl. Rozsdás kard. Rozsdás tör? Olyan rozsdás, hogy nem soká eltörik. Oké, akkor... Ezekre támaszkodni nagyon nem lehet. Olyan rossz egyébként, hogy nem tudok egyszerre többfajta páncélt fölvenni. Villámvessző. Ez egy mágia lenne. És kóla! Jó, hát továbbra is modern dolgokat fogunk felszedni. Az ott nem láttam, hogy mi van jobb oldalt, mert túl hamar leestem. Szellem. Segítenél? Átlátok rajtad. Igen, mert szellem. Jó, mondjuk, hogy nem látja a szellem feliratot. Rendben vagy? Történt veled valami? Nem emlékszek, de... Azt hiszem, valami furcsa történt velem. Rendben vagy? Be kell mennem. Valami gyógyszer van ott? Nem emlékszek, hogy miért, de van egy erős érzésem, hogy be kell mennem. Nem számít, hogy mi áron. De az ajtó zárva van. De hogyha szellem vagy, akkor nem tudsz átsuhadni az ajtókod? Úgy tűnik, kelleni fog egy kulcs. Megyek, megkeresem. Ó, egy küldetés. Találjam meg a kulcsot neki. Jó, van, ott valaki nagyon imádkozott a lámpáshoz, és közben halt meg, ha jól látom.
Ez egy boss lesz, ugye? Vagy egy alap ellenfél, hogyha boss lett volna, akkor kaptam volna rá külön jelenetet. Mágia pont. Wakes you up immediately. Mi az, hogy wakes you up? Fölkelt azonnal. Nem lassulsz be. Nem zavarodsz össze. Oké, egy ilyet aktiválok, hogyha bármekkorát is sebződök most már. Támadtok? Aha. Jaj! Mi? 22 sebzés? Hát max életed instant megöltek volna. 22. És én még várakozok, hogy hát igen, hogyha most élesztenék magamon, az még pazarlás lenne, szóval nem élesztek. Oké. Bonk. Most hogy nem gyulladt az ott föl? Ja, és át kell vennem a cuccot. Különben nem tudom ezeket kiütni. Ez nem volt túl szép a játék részéről. Lehet, hogy a paritját használhatnám. Bár gondolom, hogyha rögtön megölnek, akkor az életük se kevés. Valószínűleg arra később kell majd mennem. Csak vissza kéne néznem, csak az a baj, hogy lehet, hogy újraélednének akkor addig is az ellenfelek. Ott lesz egy kapcsoló, de jól van, akkor azt még nem tudom aktiválni. Ne! A víz! Nem tudtam, hogy aktiválhatom az Y-nal. De most látom, ott jobb felső sorokban vannak olyanok is. Gyere! Mi? Oké, még túléltem. Azért meg kellett néznem, hogy ott mi van. És mentési pont. Oké, ezeken csak át kell szaladni. Úgyis pacifista vagyok. Itt ezt aktiválom, hogy aztán később átjöhessek. Mit akartál? Valamilyen támadásra készült. De éppen időben még eltaláltam pont. Oké, kaptam egy másik vizet cserébe. Megérezte a játék, hogy hát nekem több mint egy vizes üveget kell adni. Ezek a zombi falak nagyon furcsák. Gondolom azért vannak, hogy ne tudjak csak úgy átszaladni az alap ellenfeleken. Ó, meg is van a kulcs. Laminaplója. Jó, nem baj, hogyha itt már nem esek le, ugye? Vagyis baj, mert most éppen vele kéne beszélnem. És nem is tudom deaktiválni a kapcsolót, vagy visszacsinálni az egészet. Nem baj, olvassunk naplót. Mit tettem veled? Gyűlöllek, soha többé nem akarlak látni. Még nincs elég. Jaj, így átugorhatunk tényleg. Ez most eszembe jutott így, hogy talán itt is működik. Lefele és ugrás kombinációval. Na, megvan a kulcsod. Kinyílt. Lehet, hogy a... Lehet, hogy valamelyikük megölte a másikat. Ó, most már emlékszek. A barátommal voltam. De valami hülyeségen összevesztünk és... elváltunk. Aztán... megtámadtak ilyen... nyálkaszörnyek. És ez lett a vége.
köszönöm, hogy segítettél. Hogyha találkozol a barátommal, akkor mondd el neki, hogy sajnálom. A neve... Emlékszek, Lomi. Ha találkozol Lamival, akkor kérlek, segíts neki. Zöld haja van, és ilyen... Nem be van fonva, hanem csak így össze van kötve. Nem jut eszembe, hogy ennek mi a neve. Viszlát. Meg is lennénk, és kaptunk úszó ruhát. Az nagyon remek lesz. És még egy napló. Subject. A próbálkozásom arra, hogy egy függő kapcsolatot alakítsak ki két alany között, ahhoz, hogy jobban tudjam őket irányítani, eléggé sikeres volt. Jó ötlet lehet, hogy így konfliktust okozzak közöttük, hogy teszteljem a kapcsolatuk erejét. Hisz ki lehetett? És ez a két karakter tudott erről, hogy így valaki játszadozik velük? Mert az egyikük azért eljutott idáig. Jaj, már megint itt vagytok. Kicsit éleszünk szerintem, mert... Akkor... Még van esélyem, hogy túléljem ezt. Mondjuk brokkoli. Az jó. Lehet, hogy óvatosabbnak kéne lennem még ennél is. Oké. Mi ez? Throwing poison battle. Szóval most már tudok mérgezni ellenfeleket, hogyha akarok. A piros az nagyon erős volt a múltkor, szóval inkább nem is próbálok vele megküzdeni. Szerintem nem érné meg. Jaj, erre is jöhetek. Fönt is jöhetek persze. Túl sok a választás nekem itt. Ja, hogy ilyen támadásod van, oké. Jaj! Nem vettem észre, hogy... Elindult a vérzés. Jó, szerencsére megvolt a mentési pont, amit szóval azt a... Sidequestet most nem kell már újra kivinni. De szerintem első felvételre ennyi elég is. Megvan az első halálunk. Eléggé figyelmesnek kell lenni. A környezetre is figyelni, meg az ellenfelekre is. Nagyon érdekes taktikáink lehetnek. Ja, most nincs nálam az a fürdőruha, pedig megnéztem volna, hogy mire jó. De szerintem ezt majd megnézem a következő részben, hogyha érdekel titeket a folytatás. Addig is írjátok meg, hogy eddig mit gondoltok erről a játékról, és a következő akármíg. Sziasztok!